Kívánok, a stúdió elkészült, egyetlen apró kis hiba volt. Egyik vendégünk egy ilyen kis leget próbált még kiemelni a levegőből, ahogy ezt az orángutánok teszik. Ők tényleg egy repkedő légyér csak úgy nyúlnak, és így kiemelik, amikor mi csapkodjuk. Jó estét, ez a hashtag Bocskor, vendégeim Hargitay Bea, Tornocki Anita, Kabát Peti, és Hajdú Steve, aki orángutánként csapkodott a buszlicáért, de most, ha minden rendben van. Ma a felvétel napján, csütörtökön. Mi van? Ünnepli be a névnapját. Nem mondod! És? Andrea van? Az a második neve. És képzeljétek el, hogy az öltözőben be azt mondta, hogy névnapom van, és imádom a Raffaellót. És ugye elképzeltem Beát, ahogy az ő drága férje fehér öltönyben, egy fehér repülőgépnek a fehér bőrülésén, magángépen elhelyez egy kis Raffaellót, és a Bea fehér szatén ruhában, belibben kibontja és elmosolyodik, majd a férje egy erőbújik, hogy ő volt, az is elindulnak a szigetekre valahova. Én pont ellenkezőleg, én nem úgy képzelem, én úgy képzelem, hogy a Bea mondja, hogy ma van a névnapja, a férje egy Raffaello Santi képet behoz, aminek az a címe, hogy nem tudom, a Eszterházi Madonna, és odaadja neki, hogy tessék, boldog névnapot. De abban legyen gyémánt is, tehát. Nem ennék, hogy Raffaello gyémánt legyen. Azért egy gyémántos orr. Hát, ha már a fehérbőrös magángéppel megyünk, ahol nehogy egy Raffaellót nekem oda tegyen. Ez mondjuk egy elég rasszista mondat volt. Igen, most bőrös. Igen, meg most félek elővenni, tehát ezt akkor én most nem... De ez nem elég, bocsi! De megvan az a feeling, amit a reklámban van? Érzel valami? Meg is eszem! Nem van! Látod, hogy mennyire hazudnak a reklámok? Tehát én gondoltam, hogy ezt kiváltom Beából, amit ott azon a filmen... Mondjál most valamit romantikusan nekem, most! Hol a gyémánt? Majd utána mondom. Ez ilyetetlen. Nem megy bele a fogadba az a kókusz darab? De, mert téged zavar. És nincs itt elő. De itt elő, benne van. Na jól van. Visszakanyarodnánk valamelyik pár héttel ezelőtti műsorunkra, biztos, hogy emlékeztek arra. A kérdés az, hogy mi történt a postással. Azzal a postással, így van, Ká Gyula, emlékszel rá? Ká Gyula. Aki aztán végülis egyszer csak úgy döntött, hogy átbringázik a falun, és mégse osztja... Velencében. Igen, és hogy nem osztotta ki azt a pénzt, ami jár egyébként a nyugdíjasoknak, meg minden, hanem ő ezt magáévá teszi, és elment Velencébe. Emlékeztek rá? Bocsi! Sajnálatos dolog volt, hogy pont nála volt a igen, pénz. Ott, igen. De hogy teszi magáévá? Neked a magáévá tevés, szép az neked vagy, csak egy le. Mozdulat? Tehát... Kettő. Hát a második verzió. Hát a második. Szóval emlékeztek, hogy Gyulának nagyon drukkoltunk, hogy ne legyen kemény ítélete. És képzeljétek el, megszületett az ítélet, ami ellen az ügyészség nem fellebbezett, tehát véglegesnek mondható Gyulát nem csukták le, és nem tiltották el a szakmájától, hanem 300 óra közmunkára, és az elköltött pénz visszafizetésére kötelezi a bíróság. Gratulálunk a bíróságnak is, és hajrá Gyula! És akkor most jönnek a komolyabb témák. Itt van például Orbán Ági, a konyhafőnök nyertese, aki magára zúdította a Népharagot azzal, hogy egy felhívást posztolt a Facebook oldalára, melyben ugye a közelgő húsvétra való tekintettel arra szólítja fel az embereket. Anitának már dobogás szíve. Én nem olvastam el a híreket, ne haragudjatok, és úgy imádom, amikor a Gabi így a kis búgó hangját bocsánat, mindannyian tudják. Az a baj, hogy az Anitának meg torzul el a feje. De jó. Adjál már neki vizet, tényleg, mert ott... Egyébként Steve és közöttem komolyabb romantika alakult ki, mint a bearapáztaján. Nem akartam beleszólni, nem, de köszönöm neked. Szóval
arra szólította fel az embereket, hogy aki húsvét után nem tud mit kezdeni az ajándéknyuszival, tudjátok, amikor a gyerekeknek élő nyuszit ajándékoznak, az küldje el neki, ő szívesen megcsinálja pörköltnek. Na most ezernél is több hát igen, hallom a reakciót. De ez egy-két kommentet felolvasni, és aztán beszéljünk erről. Az volt a baj, ott lehet látni, nyugodtan ajándékoz nyulat húsvétre. Tehát alapvetően ezzel van a probléma, mert ha már a kedves, drága szülő megvette a gyermekének a nyulat, amit nem kéne, akkor már ott van a probléma, hogy nem tud mit kezdeni. De ez arra buzdítja, hogy vegyen nyulat a gyereknek. Nem de teljesen buzdít, az én értelmezésem szerint, ha szülőként hezitálsz azon, hogy a gyereknek adsz-e nyulat, már sem, élő nyúlról beszélünk, akkor nyugodtan tedd meg, mert nem, nem halott nyulat veszel. Hát nem, a csoki az is logikus egyébként. De elvisz a hentes, az veszel egy nyulat a gyereknek, és aztán ő megcsinálja pörköltnek, tehát nem erről van. Na jó, de ettől függetlenül, Orbán Ági posztjától függetlenül azért ez sajnos minden évben előfordul. Igen, csak mi minden évben azért dolgozunk, hogy ne vegyenek az emberek a gyereknek nyulat. És abszolút támogatom. Miért? Nekem, én mikor gyerek voltam, hát a gyerek kínozza a nyulat. Nem. De. Mondjuk én vidéki voltam, volt egy nagyon-nagyon szép kis ketrecet csinált az apa. Most játszottatok az óvodába, tehát... Zsírszalonna volt a jelen, tényleg, ez igaz. Zsírszalonna, az volt a jelen. Hát nem is volt ilyen a zsírszalon. Ő volt a hentes az én óvodában. Voltam a hentes az Jézus. Igen, az a baj, hogy egymás mellé ültettek az állatvédővel és azzal az emberrel, aki úgy nőtt föl, hogy nekem mondom, volt egy szürke kis nyulam. És adtam neki lucernát, akkor nem tudtam, hogy nem szabad lucernát adni, mert fölfúvódik tőle és elpusztul, de én adtam lucernát, és másnap már ugyanott volt egy nyúl, kicsit fehérebb volt. Nem baj, őt is etettem, és gyakorlatilag ez volt 8 évesen, 16 éves koromig volt egy nyúlam. Az baj, ha állatvédőként engem zavar, hogy mindig eltűntek ezek a nyulak, és aztán jött helyette új. Én nem tudtam, én azt hittem, hogy ez az a nyúl. Igen, édesapám volt. És mindig más színű nyúl volt, de azt hittem, hogy ugyanaz. Nem, hát... Jó, oké, ne visszakozunk ezen, egy nyúlnak sokféle vége lehet, Anita. Jó, tehát magyarul a kedves nézőknek szeretném azt mondani, hogy ne vegyenek a gyereknek nyulat, könyörgöm. Egyetértek. De most térjünk vissza erre a posztra, mert ugye megérkeztek a kommentek nyilvánvalóan, amelyek igen durvák voltak, egy párat idéznék. Téged kéne levágni, belőled egy adag is sok lenne, és rohadt zsíros. Ezt üzenték Áginak. A másik, egyszer majd téged is megnyúz valaki, remélem élve. Ha még egyet, szerintem a lányaidat is nyugodtan főzd meg, biztos incsiklandó a húsuk, ha gondolod, segítek a nyúzásban. Ez már nagyon durva. Ja, ez nagyon szóval ez azért azt gondolom, hogy nem arányos. Nem arányos, és nyilván egyébként Ági egyfajta iróniával tette ki ezt a posztot. Gondolom, hogy ő nem arra számított, utólag, hogy most... Akkor utólag így interpretálja, hogy ő ironikusan... Szerinted nyúlra volt szüksége? Nem nyúlra volt szüksége, alapvetően ezt marhára nem gondolta át, valljuk be. De szerinted akkor miért tette ki ezt a posztot? Poémból. Szerintem azt hitte, hogy vicces, hogy lehet fogyasztani nyula. Szerintem azt hitte először, hogy vicces lesz. Annyira nem vicces. És utána már rájött, hogy nem vicces. De miért nem? Én egyébként alapvetően az ő állattartási kultúrájával egyébként van gond, tehát én a poszt után utána néztem, hogy azért ő nem annyira a felelős állattartó. Nem, pedig ő azt írja, hogy egy farmocskán élnek, azt mondja, az állataink mind felelősen tartottak, tiszta helyen, jól tápláltam, de nálunk a nyúl nem házi kedvenc, hanem étel. Hát ez azért... Ezzel nincsen probléma, hogy ő így él, és nyilván még nagyon sokan így élnek ebben az országban. Ebbe. Az a probléma, hogy vedd meg házi kedvencnek a gyerekednek a nyulat, és arra neveled a gyerekedet, hogy egy hétig játszik vele, és utána tovább lehet adni. Ebbe tehát, hogy ez egy élő lény, ami nem egy baba, amit fölraksz utána. Igen, a de a probléma nem Ágival van, hanem azokkal a szülőkkel, akik a gyerekeiknek élő nyulat adnak ajándékba. De Ági azzal, hogy megoldást kínál arra, hogy mit csináljon egy hét múlva, két hét múlva azzal a nyullal, ezzel ösztönzi azokat a szülőket is, akik egyébként nem tudják, hogy mi Anita, lenne az nem a nyullal. Nem illetszerű, de amit mondasz. Van a baj, hogy húsvét környékén ajándékoznak nyulat, vagy tehát, hogy egyáltalán. Lehetne. Vagy bármikor, tehát októberben. Az emberek azt hiszik, hogy ez egy jó ötlet a gyereknek élő nyulat. Pontosan, azzal én sem értek egyet, de hogy az, de az is baj. Semmilyen ne vegyünk a gyereknek ajándékot. Na gyerek, a kis kutyákkal is ugyanígy van. A másik élő lény a tojás.
most befessem a tojást, vagy ne? Főzzem meg? Mert a tojásból is lehetne egy élet egyébként. Tehát akkor... Jó, egyébként akkor ezen elindulhatunk ezen a vonalon. Bocs, Peti, te mit kezdtél mondani? Hát így a kiskutyák, most úgy adok, vagy úgy veszek egy kiskutyát, hogy a élete végéig felnevelem, meg gondoskodok róla. Tehát, hogyha én nem tudok róla gondoskodni, akkor inkább ne legyen kutyám, és ezért nincs most kutyám, mert nincs rá idő. Tehát, hogyha én egy kertes házban majd a párommal elköltözöm, és ott fogunk lakni, akkor biztos, hogy fogok venni, vagy tartani egy kutyát, mert imádom őket. Oké, de a nyúlnál nem gondolkoznak ennyire felelősen, mint te. A nyúl az ugye vágó állat, és ezért nagyon ingatag ez a mesdje. Nyilván a kutyánál nem merül fel, hogy utána feldolgozza valaki. Hát igen, de mi a különbség, Anita, a tenyésztett nyúl, amely nyilván vágásra szánt tenyészetben él, illetve a házi nyúl, akit megújna a család és megfőz. Mi a különbség ebben? Tehát az a különbség, hogy az a nyúl nem lenne, hogyha ha nem. Tehát, hogy nem egy hétig kínozza a gyerek, és aztán itt utána levágják. Peti direkt nyúsz is pólos. Tudtam, hogy jön a húsvét, meg lesz ilyen téma, és ezért fölvettem. Jó, de akkor nézzük meg... De olyan csöndben vagy, egyél addig valamit. De miért nem adsz belőle mindenkinek? Nekem is szép napod. De figyeljetek, az jobb volt egyébként, amikor emlékeztek pár évvel ezelőtt, nem az Ági tett föl mondjuk ilyen posztot, hanem a fővárosi állatkert azt mondta, hogy ha meguntad a kis nyuladat, nyugodtan leadhatod az állatkertbe, és mint kisgyerek azt hitted, hogy majd ott fognak rohangálni, de nem, a kígyót etették vele. Amit az egyébként... hasznosabb egyébként, mint hogyha az ember eszi meg. Van olyan szegénységbe élő család, aki szerintem boldog attól, hogyha lenne. De Ági fogja megenni, nem a szegénységben élő család ezt a nyulat. Hát ezt a nyulat igen, de hogyha nyulat tartasz, veszel a gyereknek, és nem akarod kidobni, meg megunja a gyerek, elajándékozhatod például egy olyan szegény családnak, aki szívesen megeszi. De nem ezzel van a baj. Azzal van baj, hogy nyugodtan vegyél nyulat, mert utána én megoldom a problémádat. De megoldja. De most lépjünk egy picit ezen túl, vagy odébb, és akkor az érdekelne, hogy a háztáji állat, illetve a házi kedvenc között van-e különbség? Én falun nőttem föl. Hát és nekünk voltak nyulaink, voltak pulykáink, csirkéink, vietnámi csüngőhasú törpemalacunk, és nagyon sok volt, egy a Zsuzsi, aki mindig bejött a kutyákkal, macskákkal, minden. Zsuzsi milyen állat volt? Vietnámi csüngőhasú törpemalac. A Zsuzsi. És akkor ilyen, igen, családtag lett, ő volt ugye az anya malac, és akkor ő adta a sok malacot, azt mi mindig levágtuk, megettük, és akkor egyszer csak, amikor Zsuzsi már nagyon öreg lett, akkor levágták a Zsuzsit is. Miért nem adtátok otthonba? És igen, ez falun nem volt divat. Gyerek ott? És nekünk nem mondták meg, de fel lett szolgálva vasárnapi ebédként a Zsuzsi. És én és ezt mi sem tudtuk, csak később. Honnan ismerted meg? Nem tudtam, később mondták el, hogy mi megettük a Zsuzsit. Azt a... Nekem is van egy sztorim. Disznó? Szerintem majd visszajövök, jó? Nem. Érdekel baromira a véleményed. Csak a kacsát. Nekem egy kacsás sztori van. Nagyon szerettem a kacsát, tehát a húsát, meg mindent, de a párom nagyon szereti a kiskacsákat, ne röhögjél. Az én férjem sem eszik kacsát, mert szerinte aranyosan. Na, ezt akarom mondani, hogy képzeld el, az Adri akart egy kiskacsát, és akkor Győrbe fociztam, elmentem egy öreg bácsihoz, hogy hazaviszek egy kiskacsát, hogy meglepem az Adrit. Mondta az öreg bácsi, hogy három van, hogy vigyem el mind a hármat, hogy ne, mert ők úgy szeretnek élni, hogyha többen vannak. Elhoztam mind a hármat egy ilyen kis dobozba, beraktam a kádból, túszkáltak, jött haza az Adri, boldogság, minden. Mondom, de mi lesz velük? Csinált nekik, képzeld el, a lakás közepén egy kis ilyen házat, de az volt a baj, hogy egy hét alatt megnőttek, az kijöttek a házból, jöttek utánunk, és ahogy lépkedtek, odafostak. És akkor mi meg mentünk, és akkor így törölgettük a cipőt, mindent, hogy, és annyira megszerettük, azt akartam ezzel mondani, hogy annyira megszerettük őket, mert egyébként nagyon-nagyon aranyosak, hogy azóta meg nem tudnám enni a kacsát. És velük mi lett? Odaadtuk egy barátainknak, akik vidéken, levágták.
Nem, abszolút nem is adtuk volna úgy oda, hogy levágják, hanem vidéken vannak, van több háziállat, kutya, macska, kakas, tyúk, és ott nőnek, és már vannak kicsik is azóta. Mi a helyzet azokkal a kultúrákkal, általában ugye a koreai félsziget, ahol egyébként kutyákat esznek? Hát nem tehát kell ott élni. Hát hál' Istennek nem ott élünk. Tehát persze, ez rendben van, mert hogy nyilvánvalóan mi ugye csak házi kedvencként tudunk a kutyákra gondolni, de ők egyébként normális élelmiszerként gondolnak. Tehát itt megint ez a házi kedvenc kontra vágó állat. Tehát például te el tudod fejben fogadni azt, hogy... Kegyetlen vagy ám, bocsi, nagyon. Nagyon kegyetlen. Látom a szemedet, hogy a kutillád akkora, mint egy állat. Előbb már felajánlottam, hogy kimegyek. De te eszel hús, nem? Hát nem kutya hús. Nagyon módjával. De el tudod fogadni azt, hogy van olyan kultúra, ahol egyébként a kutya élelmiszer? Nem. Nem az. De azért, mert kutya? Társállat, úgy hívják. Igen. De ott speciálisan erre tenyésztik a kutyát. Vannak egyébként, alapvetően tehát azok ilyen nagyon drámai helyzetek, amikor tényleg ezeket az összefogdosott kóborkutyákat árulják, de alapvetően ott van egy tenyésztett, kvázi ilyen... És az rendben van? Hát nyilván nincs. Tehát ahogy a kutya érez, ahogy kötődik az emberhez, az a néhány tízezer éves fejlődés, amin keresztül ment, és ahogy... idomult az emberhez, az teljesen másra predesztinálja a kutyát, mint társállatot. De emlékeztek például, ott követett el nagy baklövést Amundsen és Scott kapitány, ugye ki? A déli sarknak a fölfedezésébe. Ugye, ne haragudjatok, hogy ott követte el a nagy hibát Scott kapitány, hogy ő például kutyákkal ment, tehát kutyákkal hódította meg, mint Amundsen, törpe póni lovakkal. Ugyanis a visszaútnál, amikor már a rendes élelem, amit vittek, elfogyott, visszafelé útnál elkezdték megenni szépen a kis törpe póni lovakat, ezért ő a nagy felfedezője a déli sarknak. Ellenben Scott kapitány, aki kutyával ment, elfogyott az élelme, de nem vitte rá a lelkük azt, hogy lelkük arra, hogy a kutya. Túlélték, másodikok lettek. Anita, akkor azt hiszem, hogy hozzád kell, hogy intézem azt a kérdést, hogy szerinted mi az etikus táplálkozás vagy étkezés? Mit szabad enni és mit nem szabad enni a te érzelmeid és morálod szerint? Igazából nagyon nehéz erre válaszolni, mert most már vannak olyan kutatások, amely szerint a répa is sír, amikor kitépik a földből. Igen, ezt olvastam én is. Tehát ha ebből indulunk ki, akkor a vegán életmód is problémás. Úgyhogy nyilván mindenkinek a lelkiismeretére van bízva. Nem gondolom, hogy több milliárd embert meg lehet győzni arról, hogy ne egyenek húst. Én azt gondolom, hogy ameddig azok az állatok élnek, addig a leginkább állathoz méltó, normális elbánásban részesüljenek. Ez a legtöbb, amit reálisan el lehet várni. Jó. Akkor mit szóltak ahhoz, hogy állítólag már előállítanak mesterséges húst? Azaz, igen. Egyfajta igen. DNS, vagy mit tudom én, milyen láncolatból, gyakorlatilag állat nélkül, most én leegyszerűsítem, ki tudnak fejleszteni egy szép tarját, egy sztéket, bármit, ilyet ennétek-e? Én nem ennék húst, én körülbelül 8 hónapja a vegetáriánus vagyok, amit eszem, az talán csak a hal, halat bírok megenni, meg sajtot, tehát nem vegán vagyok, hanem inkább vega. Mert akkor mi marad, gyerekek? Tehát én mesterséges húst. Én eszem húst. Te eszel húst, Peti? Én eszek mindent. Most már kacsát nem, bocsánat. De kacsát nem, de ennél kacsa húst, amit laborban természettek nem, ki. Nem, már miért nem. De nem, mert annyira hozzánk nőttek ezek a kacsák. Micsoda? Hát a pipettából, most ott van a pipetta, benne van a hogy vagy, abban melegíted meg? Labor állítja elő, nincs közek, tehát nem kell meghalni egy kacsának azért, hogy egyél kacsa húst. Már nem ennék. Annyira hozzánk nőttek. Nem érti a kérdést. De értem, én ilyen vagyok. De értem a kérdést. Szerintem csak zöldségeket, zöldséggel. Ilyen, de most mondta az Anita, kitéped a répát, sír. Igen, nem igen. Nem szabad répát. De hogyha hallgatsz valamit ilyen... Volt menem, vagy hogy fülhallgat. Üled úgy téped? Igen, mi? Füldugó. Még vannak olyan növények, amik nem halnak meg attól, hogy leszüretelik, tehát... Mik azok? Szőlő. Málna. Igen, tehát például a gyümölcsök, amit leszedsz akkor a fára, vagy bokorról. Szőlőt meg málnát lehet enni. Ideig jutottunk. Tehát kettő már van. Na jó, de hát a krumplit is krumpli lehet. Krumpli nem sír, aki szeded? Ő bömböl, mert sokan van. Ő a testvéreivel együtt van. Hát de most nem.
Én nem eszem krumplit. Mit eszel? Én húst eszem. Húst, én csak sok, húst? Én sok húst eszem, én sok zsírt eszem. De vörös eszem, hús, meg minden? Raffaellót eszem. Ja, a Raffaellóról jut eszembe, van nálam is együtt. Boldog névnapot! Hú, de irigy vagy, jó. Most beszéljünk inkább a Facebook botrányról, mert hogy... A másik okosság. Ez az enyém. Te milyen alapon iszol vizet itt? Azért, mert odaadtam az anyukájét. Nekem, amikor sokkot kaptam, a húsvéti nyúltól odaadta nekem a vizet. De neked még két vized van. Nem, ez nem a Bea vize. Az, melyik az enyém? Neked nincs vized. Ami a legközelebb van hozzád. Ja, akkor már én is iszom, gyerekek. Jó, mert annyira kiszáradtunk ettől a sok húsztól. Neked úgy gondolom, hogy a jó sérsülés, akkor tudod. Szóval durva botrány robbant ki a héten a Facebook körül, ugyanis állítólag a közösségi oldal 50 millió felhasználó profilját és adatait csak úgy leszippantotta, anélkül, hogy a felhasználók erről értesültek volna. Az adatlopás mögött egy politikai adatkezeléssel és szolgáltatással foglalkozó cég állhatott, amely a Facebook adatait használta fel az amerikai választók, és ez itt a lényeges, politikai nézeteinek beazonosítására és ennek megfelelő befolyásolására, reklámokkal, illetve speciális személyre szabott politikai üzenetekkel. Na hát? Hát de ezt tudtuk, hogy ez lesz. Kinek van olyan víziója, hogy az ott lévő adatait nem használják föl bármire? Hát ebben azért az ember szeretne hinni. Tehát, hogy vízió vagy nem vízió, ugye mindenhol, minden országban nagyon-nagyon védik a te magánszférádat, a privacy-det, mondják. Ezt mondom, törvényileg. Tehát amennyiben ez nem úgy történik, azért hadd lepődjön meg már 50 millió. Belépsz Amerikába, és bármi történik, róla. Gyakorlatilag az új lenyomatod ott van, és bárhol megállít a rendőr, tudja, hogy te mikor léptél be, milyen járatszámmal jöttél. Tehát... Én azt gondolom, hogy van bizonyos helyzet, például a terrorizmus megakadályozása, stb., amikor engem nem zavar, tudom, hogy a saját biztonságom érdekében történik. Uh-huh. De hogyha azért történik ez, mert engem manipulálni akarnak, hogy ma melyik pártra vagy elnökre szavazzak, de akkor ez baj. De nem, ők csak adatot gyűjtöttek arról, hogy milyen politikai nézeteid vannak adott esetben azért, hogy a terrorizmusban érintett személyeket ki tudják szűrni. Hát nyilván ez egy ideológia. De nem ez történt. Nem ez történt, hát de mondhatják azt, hogy azért gyűjtenek adatot, hogy kiszűrjék a potenciális. Hát most már nem mondanak semmit, tehát most hihetetlen, hogy mennyire zuhant a Facebook árfolyama. A WhatsAppnak a volt tulajdonosa felszólította az embereket, hogy töröljék magukat a Facebookról. Milyen jó lenne ez a WhatsAppnak? Zuckerberg jelenleg pár nap alatt 7 milliárd dollárt bukott. Nem tudom jó, sajnálni, az nem olyan ne haragudjatok. Hát Györbe többet keresett sok. A Kabát Peti. Egy kicsivel többet keresett. De akkor ki, mindenki Facebookol? Én nem vagyok. Te meg én nem. Ketten nem vagyok. Jó, figyeltek-e, ügyeltek-e arra, hogy mit osztotok meg a Facebookon? Én a Facebookot mondjuk azt csak magáncélra használom, tehát az csak a barátaim, akit valójában de ismerek. De akkor miért nem neveleztek? Postára fölmégis. Vagy WhatsApp. De tényleg. Olyan csúnya a kézírásom. De ha néhány barátod van, én szerintem a Facebookot arra találták ki, hogy te mutogasd magad, hogy én mennyit értem el az életben. Én azon dolgozom például, én meg magáncélra nem használom, hanem... De hogy dolgozol rajta, hogy hát oda jönnek be a... Alapvetően gazdátlan állatok hirdetésére tökéletesen de alkalmaz. Hát erre voltak régen újságok, vagy olyan aktivisták. De már senki nem olvas újságot. Az online felületeken tájékozódnak az emberek, hát a print média... Lehet e-mailt küldeni. Vagy Twitter. Kinek? Hát a, mit tudom, a harbiteri honnan van meg az e-mail címe? Tehát az már megint ilyen adatvédelmi kérdés. Fölrakom az oldalamra, ott olyan emberek is látják, akinek én nem tudom az e-mail címét. Aha. Akkor mégis jó. De tényleg. Engem meg lehet győzni. Akkor mégis jó. Oké, én azt mondom, hogy nem baj, mert hasznos dolog ilyenre. De akkor ne csodálkozzatok ti Facebook rajongók és azon függők. Nem én lehet nem csodálkozom. De mondjuk sosem rakok föl nyaralós képet. Na ez a baj, Miért nem raksz föl bikinis képet? Mert én azokat nézem. Hát hagyjad már. Már nem érdekel, hogy elveszett ez a kutya, aranyos meg jó, de hogy mikor jön már a fehér nem gyakorlatilag. Miért nem jön már a szexi kép? Egyébként én nem tudom, hogy amikor ti regisztráltatok bármire, legyen az Facebook, legyen az nem tudom... Instagram, bármi. Ti végigolvassátok a felhasználói feltételeket? De hogy olvastuk, ki olvassa el? Senki nem olvassa el. Anita, te végigolvastad, hogy mibe egyezel bele? Dehogy olvasod. Apró betűs?
van egy ilyen közszereplős profilom, meg van privát profilom, meg van az állatvédőségnek egy külön profilja. A saját privátnál az volt legelőször, akkor nem olvastam el, és utána későbbiekben elolvastam, amikor a többit csináltam. De igazából minden úgy van megfogalmazva, hogyha elolvasod, akkor sem feltétlenül érted. Tehát egy átlag felhasználó nem tud abban eligazodni. Igen, de akkor az átlag felhasználó nem hibáztatható azért, mert ő belement abba, hogy az adatait továbbadja. Peti, te elolvastad? Dehogy olvasom, azt tudom, hol van. Amikor oda klikkelsz, hogy egyetértek. Igen, akkor nekem ilyen feljön, nem jön fel ilyen ablak. Csak már nem emlékszel. Már nem emlékszel. Fog feljönni, de amikor gyerekek, regisztráltál, akkor jön fel. De ez már mikor nem volt 20 éve? Ne arra, hogy ez a regisztrációval kapcsolatban a feleségem ment Angliába, Londonba szállt le, és Manchesterbe ment föl vonattal. És ehhez le kellett tölteni egy brit, egy angol applikációt, ami 5 fontba került. Ez volt valamikor október környékén, és pont tegnap ez az applikáció tulajdonosa írt a feleségemnek egy e-mailt, mert regisztrálni kell, hogy mivel te csak egyszer használtad ezt a szerencsétlen appot, és látom, hogy külföldön élsz, vagy nem használod már fél éve, 2,5 fontot visszautalok. Itt nem az összegről van szó, hanem a gesztusról, hogy nem átverlek, mert nekem ja, sok értem, ilyen... Igen, de ugyanakkor meg furcsa, hogy tud róla, és hogy nem utazol. Nem utazol, hogy nem úgy léztetsz. De honnan igen. tud róla? Tehát hát mert úgy nem használ. Mert a pontosan arról beszélünk. Az ki van kapcsolva mindig. De nem. Nem. Hát a Bluetooth bekapcsolod már. Bluetooth is ki van. Peti. Nagyon sokszor WhatsAppot használsz, Viber-t használsz, beleegyezel abba, hogy a kamerádat használják, igen. A fényképeidhez hozzáférjenek, a címekhez hozzáférjenek, a mikrofonodhoz. Ha akarják, úgyis oda lépnek be, ahova akarnak. Tök egyébként mindegy. Tudjátok, mit tartok itt a kezemben? Papír! Szerződésem! A mi adatainkkal? Nem. A mi szerződésünk. Ez a Facebooknak a felhasználási feltételei, na. Amivel te egyetértesz, ez 19 kinyomtatott oldal. És ez van odaírva, amikor te regisztráltál? Ez egyetértettél, Peti. Én ezt elolvastam, esküszöm. Az ezt senki nem olvasta el, ugye? Soha. Mi? Ezekkel mind egyetértetés. Most meg Sanyi, nagyon kérlek. Beszólíts Sanyinak. Sanyi. Gyere ide, légy szíves, a segítségükre kell, hogy légy. Itt van a Facebook, te fel vagy a Facebookon? Fenn. Milyen néven vagy? Ezeket te is aláírt. Milyen néven vagy? Arra kérlek, ez a 19 oldal a műsor végéig. Amennyire tudod, ezt tanulmányozd át, és utána fejből foglald össze nekünk, hogy mi az, amit aláírtál. Jó lesz. Oké? Okay? Jó. És alá is kell írnod. Jó. Na. Asztal. Fú, de jó, hogy nem nekem adtad. Köszönöm. Szerkesztőségi ülésen szóba kerültél, és elvetettük. Köszönöm szépen. Szóval, a Peti nagyon jól mondta, hogy igen, a kamerádat, a mikrofonodat, stb. És ezt ugye mindenki tudja, én beszélgettem egy informatikus biztonsági emberrel, aki azt mondta, hogy... Ragazd le a kamerát a laptopodon. Ragazd le, Zuckerberg is ezt tette, van is egy fénykép arról, hogy Zuckerberg egy szigetelőszalaggal leragasztott laptoppal dolgozik. És bármikor... Ja, én erről nem tudok. Úgy hozzáférnek, de akkor hidd el, úgy hozzáférnek a kamerádhoz is, a mikrofonodhoz is, hogy te nem tudsz róla. Még a telefonodon is. Jó, hogy téged érdemes nézni. Ha most egy teremben ülnek, sok-sok monitorra, mint egy NASA központ mondjuk, Dunajvárosban, és ott ülnek emberek, és nézik, hogy te mit Viberzel, mit WhatsAppolsz, mit Facebookolsz, milyen fotókat csinálsz, esetleg ráklikkelnek, hogy belenéznek a kamerádba, van-e olyan, ami ciki úgy az elmúlt két hétből? Hát van. Ne, hát csak privát. Hát csak amikor gyerekem... mesterül táncolsz a laptop előtt. Hát azért van. Meg a gyerekemről csinálok mesztelen képet. A gyerekemről, én nem akarom, hogy az én gyerekemet mesztelenül bárki lássa rajtam, vagy a családom kívül. Ezt nem adják tovább, tehát ugye ők aláírták. Hát de ne nézze más. De hát de mi ezeket valaki valahol nézi. Hát bármit láthat. Bármit láthat. Gondold el, otthon van a gyerekek. Kinyitod a laptopodat, ott van fönn a kis kamera, beütött, hogy nagymellek.com. És akkor levetkőzöl, bebazsamozod a zsepkedet. Százas zsepi. És akkor ezt Dunaújvárosban nézik. Gyertek, a kabátet így gyorsabb, mint a pályán. Szóval, hogy most, hogy ezt tudjátok, másképp kezelitek a telefonjaitokat? Most már egy kicsit
kicsit merészen lesz. Én nem kibe se fogom már kapcsolni. Nagyon édes sztorim. Anyukámék laknak a szomszédomba, és náluk vannak biztonsági kamerák, még régről ott maradtak, és van egy kamera, ami pont azon a falon van, ahol van egy kőfal a két ház között, és egyszer mondtam anyámnak, hogy te anyu, nem láttad az én kertembe az a kamera? De akkor már 10 éve ott volt. Nem láttad az én kertembe az a kamera? Azt mondja, hát szerintem nem, az csak a miénk, hát nincs. És fölhívta a biztonságért, és mondta, hogy Norbi, megmondaná, hogy mit lát a kamerán? Persze, Katalin asszony ott ül az Anitánál, és éppen beszélgetnek az asztalnál. És akkor anyu, tudod, hányszor mászkáltam mesztelenül a kertbe? Tudni nézett! Azóta le van ragasztva a kamerának az a fele, ami átlát az én kertembe. És Norbi látta? Nem csak Norbi, hát mindenki, aki abban az összes kormányőr, aki éppen a mostapapám ideje alatt ott szolgált, azok végignézték ezt, hogy én ott szaladgálok. Ez egy olyan téma lesz, amire egyébként még vissza fogunk térni, és akár hiszitek, akár nem, Meghan Markle kapcsán, aki ugye menyasszonya Harry hercegnek, így van. És szegény, ugye hát miután nem sokára oltár elé áll, megdöbbent azon, hogy mennyi mindenről kell lemondania. Például a Facebookról. Meg az Instagramról. Pontosan. Meg egy csomó más dologról, és ezzel jövünk vissza. Más férfiakról. Nem sokára. Egy pár percig a reklám után. Tornocki Anitával, Szabát Petivel és Hajdús Kivel. Én nem tudom, kinek van ilyen angol királyi család, nem tudom, bája, vagy öröme, hát, vagy... A feleségem angol királyi családból származik. Hát a Steve az angol. Hát a feleségem nem annyira, de mondjuk az anyósom az oda van, az rajong, egyszerűen rajong a királyi családért, de hogy észreveszem a feleségem is, tehát tud mindent a kisgyerekekről, Vilmosnak, a feleségéről. Már a felesége, a Katalin hercegnő, az pont egy napon született velem, más évben természetesen, de először őt köszönti föl a szüli napján, utána. Most egyébként ő mit szól ahhoz, hogy egy teljesen civil Meghan Markle, egy amerikai színésznő beházasodik, ugye? Megkérdeztem tőle, és ő azt mondta, mint angol, hogy gyerekek, hát a srác, a Harry, az csak egy tartalék. Tehát az, hát úgy tartalék, hogy az örökösödési listán körülbelül a 7., 8. helyen van, bármit csinálva. Ezt értem, de mégis imidzsileg, tehát azért Dianának is volt problémája. De ő ott az első vonalban volt, azért ő Velszi hercegnő volt, tehát az más kategória. Velszi hercegnő akkor vált belőle, amikor hozzá. Amikor fél, persze. Volt előtte, de egyébként hát egy előkerül nemesi családból származik. Szóval Meghan Markle-nak itt meggyűlik a baja lassan, májusban lesz az esküvő, és állítólag nem érzi valami jól magát, mert hiányoznak neki a barátai, és nagyon rosszul érinti, hogy nem szerepelhet például a közösségi médiában. De mi ezt ő nem tudta, hogyha amikor összejött vele? Hát de tudta, de belement, de hát nyilván szereti Harryt, meg minden, de hát azért nagyon nehezen viseli ezeket a dolgokat. Ez úgy van, mint a piálással, hogy az első pár hét nagyon rossz pia nélkül, de utána tudod élvezni. De te ezt honnan tudod? Voltak alkesz ismerőseim. De a sztori végül is miről szól? Arról szól, hogy van egy szerelmes pár, és a szerelmedért fel kell adnod dolgokat, ugye? Ez hát nem kell, hát ez az ő választása. Persze, választása, illetve a királyi család elvárása. Magától nyilván nem jutott volna eszébe. De könyörgöm, ha a királyi családba házasodsz, akkor ezzel tudod, tisztába kell az lenned. A sok korona ékszer ezt mind kompenzálja. Az a baj, csak a gyémántra mész, csak a gyémántra mész. Tudsz gondolkozni. De azt tudjátok, hogy a mostani királynőnek, második Erzsébetnek az apukája... Várjál, van itt neked egy. Nem adom oda. Nem adtál nekem. De nekem Peti, van ne legyél napom. Már ilyen. Te nem vagy úriember, add ide. Mondja az úrinőn. Szerinted így oda fogom adni, hogy add ide. Hát én nagyon remélem. Fele? Nem a felét, nekem van négy napom, de az egész. Nem érdekem, majd én összerakom, add ide. Vedd vissza, és add ide! Ez az én vagy? Ez az én. Hú, de gonosz vagy, úristen! Nem vagyok gonosz! Ezt megnézzük, az utolsó bekapását. De nézzel meg! Nem úgy! Nem úgy! Nézzel, mit csinálsz! Most próbálom egy picit a civilebb irányba vinni, hogy például mennyire és miről vagyunk hajlandók lemondani a nagy szerelemért. A David tőled kért volna egy csomó dolgot,
hogy ilyen smink nélkül járjál, hajfesték ne legyen, zsákol, tehát ilyen amis módra. Akkor azt... Nézek, hogy áll a keze? Nézek, hogy így áll a keze. És hogy csillog? Ma megfeszülök. Dehogy ne. Tehát hát akkor a szerelem ezt a lemondást nem érte volna meg. De bocsánat, David, ebbe szereted bele, akkor miért akarnál megváltoztatni? Ez teljesen más történet, mint hogy vannak előírások egy királyi családban, aminek meg kell felelni, de ha ezt a Beát szerette meg valaki, akkor miért akarnál megváltoztatni? Mert hogy a nőkben benne van alapvetően, tehát emlékszem, hogy a feleségem, jaj, mit csinálsz, horgászok, jaj, de jó, még nem voltunk házasok, jaj, de jó, jöhetek veled horgászni? Hát mondom, ez a nekem való csaj. És hogyha azt mondta volna... Horgászunk együtt, de gyönyörű. Elveszel feleségül? Persze, elvettem. Másnap az esküvőn. Megyünk horgászni? Á, az hülyeség. Azóta nem horgászok. Ezt akartam kérdezni. Hogy ilyenek, tehát a lányok egy picit ilyenek. Nem. Tisztelet a kivételnek, de hallottam egy női hangot, aki azt mondta, de ilyenek. Akkor nézzük a Petit. Ez nem szerelem. Le kellett volna mondanom a fociról. Nem. Amikor még újpestes voltál, voltak-e olyan dolgok, amiket nem csinálhattál? Tehát például, mondok egy példát, például a zöld pólót lehetett-e? Figyelj, bocsi, eleve nincs zöld cuccom. Tehát ilyen elő se fordulhatott volna, hogy én abba megyek. De egy fradista lánnyal összejössz például? Nem a hiszem. B középből egy aki ki van festve zöldre? Nem hiszem. De volt olyan, amit nem is tehetettek? Nem tudom. Én azt gondolom, hogy közszereplőként azért vannak normális korlátok. Tehát, hogy az ember nem fetreng részegen az utcán, mert alapvetően közszereplő vagy, akkor elméletek példát kéne mutass. Hát ez nem így, hogy példát kéne. Közszereplő annyiféle van, a Gangsta Zoli is közszereplő, pedig fetrenghet nekem bármikor. Jó, de alapvetően egy átlag közszereplőről beszélünk. De ki az átlag? Meg mondjuk egy sportoló pláne, tehát azt gondolom, hogy egy sportoló az olyan, aki a gyerekeknek minta. A Zoli mondjuk kevésbé, de a Peti mint sportoló azt gondolom, hogy a gyerekeknek példa lehet egészséges életmódra, mozgásra, akármire. Tetoválásra. Egy csomó minden. Gyerekek, varrásátok ki magatokat. Hát figyelj, fiam már most mondja, apa, nagyon jó, nagyon tetszik, 12 éves. Hát akkor jövőre már kapott. Jó, mondjuk nincs sok erkölcsi alapod megtiltani. Hát így van. De például így visszatérve, például zöld cipő, foci cipő. Voltak olyan helyek, ahol nem mentél inkább, mert azok fradis helyek voltak? Nem tudom, bárok, étterem. Hát ez a Népligetben, oda mi a szögletben, azért nem ülnék be kajálni. Jó, Anita, akkor nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy amikor te 20 éves voltál, ugye, akkor most apád volt ugye a miniszterelnök. Volt-e olyan, hogy amikor ő azzá vált, volt egy családi beszélgetés, leült veled, és azt mondta, hogy Anita, na most akkor innentől ezeken változtatni kell? Bízott szerintem az édesanyám addigi nevelésében, és ismert annyira, hogy nem fogok szégyent hozni a fejére. Tehát én saját magamnak állítottam olyan korlátokat. Nyilván 20 évesen az ember azért megengedhet magának egy csomó olyan dolgot, amit ebben a helyzetben nem feltétlenül. Tehát azért én 24 éves voltam, akkor azért sok minden belefér még az ember életébe. Ami, hát csak belefér-e úgy, hogy esetleg az ő elefeleinek nem kellett szólni. Igen, amiért nem kellett szólni, mert én saját magamtól nem. Ma már biztos nem lenne így. Tehát a mai kampányban már nem lenne. Mm-hmm. Ez azért tizenhány éve volt? 15 éve volt. Hát sok. Sok. Voltak-e olyan volt barátaid, vagy akár pasid, akit nem vihettél aztán haza? Te voltál az, bocsánat. Nem. Nem, nekem végig szegény ez bocsi. Az időszak alatt ugyanaz szegény volt bocsi. A párom, és... És őt beengedték. És őt szerette a családom, és ő is volt végig. Tudsz-e arról, hogy barátaidat vagy pasidat átvilágították? Biztos. Nem tudok hát róla, de nem is foglalkoztatott. Mikor különösebben... átmentek hozzá? Mi? A átvilágítás az egy titkos szolgálati eljárás, amihez nem kell tudom, átmenni egy fénykapun. Jó, de ha átmentek hozzá a házba, én arra lehet, hogy azt hittem, arra gondolsz. Nem, egyáltalán. Nem, nyilván ez be volt kalkulálva, hogy adott esetben hallgathatnak telefont, vagy akármit, de nem, sosem éltem úgy, hogy különösebb államtitkokról beszélgettem volna, vagy olyan dologról, ami nem volt vállalható, tehát igazából nem. Igen, de akár akarattal cuppanhatott volna rád olyan ember, aki csak azért
barátkozik veled, mert én nem, nem nincsen nagyon haver felvétel ilyen spontán, úgyhogy... Hajdú Petit átvilágították? Akkor nekünk közös cégünk ezért volt, úgyhogy feltételezem, hogy, hogy azért biztos nagyon figyelem irányult rá, illetve nagyon sokat jártunk együtt szórakozni, és akkor a Petit meg is kértem, hogy, hogy figyeljen rám jobban ilyen esetekben, és mondjuk egyszer dobtak is be valamit a, az italomba, és ő azt észrevette, és haza is vitt. Bármikor, bárhova elmehettél, nem kellett lejelentened sehova, hogy hova mész, elindultál az autóddal, vagy a taxival, érdekel komolyan, erről nem is beszélgettünk még. Édesanyámat nem engedték vezetni, mert azt mondták, hogy provokálhatnak olyan balesetet, amiből rosszul jön ki, tehát őt nem engedték vezetni, én bármit csináltam. Rád vigyáztak? Nem. Akár észrevétlenül, akár észrevéve? Hát észrevétlenül nem tudom, de szerintem nem. Nyilván, ha elmentem édesanyámékkal külföldre, akkor mondjuk a, az én ajtóm előtt is volt valaki, de, de, de itt, itthon nem. Nem engedted be. Szerintem ez nem lehet jó, hogy így vigyáznak rád, meg minden lépésedet. Sőt, a most apám szeretett sétálni, úgy, hogy, hogy, hogy nincsen mögötte 8 kétajtós szekrény, és akkor neki sokat alá kellett volt, írni, hogy ő lemond az őrzésről, és akkor sétálhatott anélkül, hogy a nyomába. Te mi volt, amikor most a papád elvitt Berlusconihoz? Én úgy hallottam, hogy... hogy egy unga-bunga nem, volt. Az nem, nem Berlusconihoz vitt, csak mentek a pápához audienciára, és... De a pápa nem fogdosott meg, hanem Berlusconi. Hát volt egy pár perces ilyen közjáték, ahogy csokolgatta a kezemet, meg édesanyámét, meg... hát olyan, de ilyenkor hogy viselte? És hogy húztad ki magad akkor ebben a helyzetben Berlusconi mancsai közül? Hát sokaknak nem sikerült. Nem volt olyan a helyzet, tehát nyilván neki vissza kellett mennie a tárgyalást befejezni, és aztán mi megmentünk a repülőtérre, úgyhogy nem volt olyan a helyzet, hogy nekem nagyon tiltakozni nem üzent volna. Aztán? Nem. Jó. Hogy van felvétel. Facebookon. Már a Milánba. Március 20-án ünnepeltük. Boldogság világnapját. Ez az. Nagyon és jó. Boldogság világnapját. Kinek? Sanyiét. Sanyi, aki most a Facebook aha tanulmányoz, a Facebook... Szülinapja volt 20-án. Az Isten éltessen Sanyikám. Puszt. Sanyi, nem kapsz rabbelót! 50! Hányadik? Munkatársunk. Bea megette az összeset, nem kapsz. Ebből az alkalomból elkészítették Magyarország boldogság térképét is. Magyarország egyébként a boldogság listán elég alul van. Innen tehát látszik, a... hogy még nem legális a fű. Ha legalizálnak... Akkor mindenki boldog lenne. Mi akkor Hollandiában mindenki boldog? Hollandiában mindenki. Igen, hát többen. Kaliforniában most már legális, látod milyen volt az Oscar díjátadó, mindenki boldogolt. De most az idei vizsgálat megerősítette, hogy a nők érdekes módon ebben a régióban, tehát nálunk, de minden korcsoportban boldogabbak, mint a férfiak. Á, csak jobban ez... hazudnak. Nem, nem. Ez nem ők igaz. Tudják, hogy túl fogják élni a férjüket, azért boldogabbak. Nem szerintem a nők az apró örömeket az életben lehet, hogy jobban észreveszik, mint a férfiak. A legboldogabb sárga magyar város Szombathely, és aztán látjátok a boldog megyéket, és hát a... Látod, Győr, milyen boldog? Hát Győr... Hogy elmentél? Aha. Aztán ugye a kékek... Közel van az osztrák határ. Igen, teljes. Lehet látni, hol van nyugat, meg kelet. De azért Békés megye mitől? Békés megye a legboldogabb, a számomra döbbenet egyébként. Magyarország a fesztiválok városa és országa. Nézzük meg, hogy milyen fesztivál... A Pálinka fesztivál és a Kolbász fesztivál. Pontosan, Békés a Kolbász fesztivál, plusz pálinka, egész évben be vagy nyomva, és fokhagyma szagod van. Ugye Komárom Esztergom megyében, Esztergomban van gitárfesztivál, és Suzuki. És Vas, és Vasba. Azt még nem tudtam megfejteni. Nektek van olyan hely Magyarországon, ahol baromi boldogok voltatok valaha? Győr. Győr? Ott boldog voltál? Figyelj. Azt hiszem, hogy Újpest. Nem úgy, most város, hát Újpest az Budapest. Jó, hát Budapestnek, igen, de Győrben nagyon. Győr nagyon, igen. Abszolút lehet látni, hogy nyugat. Uh-huh. Bea, téged tett valaki boldoggá valahol? Elég sok helyen, de most ez nem az a műsor. Hát én szegedi lány vagyok, én elég boldog voltam ott, bár az most Csongrád. Ez nem. Hát az igen, olyan... Csongrádnak. Tehát a gyerekkor annyi... a jómódúak vallják magukat boldogabbaknak, a több gyermeket nevelők, az iskolázottabbak, ez is érdekes, a házasságban vagy kapcsolatban élők, illetve a legboldogabbnak a 4 vagy annál több gyermeket nevelő férfiak és nők
Azt na hát ezt én nem nagyon hiszem. Képzelni. Hát én nem. Tudom, hogy baromi nehéz a boldogságot elkapni, érezni, megfogni. Meg búcsút venni, azt mondják valaki. Nehéz a boldogságtól búcsút venni. Mindenkitől szeretném megtudni azt, hogy az elmúlt mondjuk egy évben mi volt az a pillanat, amikor nagyon boldognak érezted magad. Azt gondolom, hogy boldog pillanatok akár minden nap lehetnek az ember életében. Én van boldog, meg boldogabb? Én próbálom megtalálni minden napomban a kis van boldogságot. Van már boldog pillanatod? Ezt ne feszegessük, de igen. Jó, zuhanyzás közben is. De én még nem hallottam. De meg volt, és állatnak van köze hozzá? Hát aki csinálta, állat volt. Nem, egyébként tényleg, tehát több boldog pillanatom volt már a mai napom, és szerintem lesz is, tehát igen. Mikor voltál boldogabb? Amikor egy ilyen lújtőn táskával feküdtél a Maldív-szigetek homokában, vagy amikor... Oda nem vittem. Nem vitted? Vagy amikor a két hónapos kisfiad lehányta a hajad? Az, akkor. Az nem is mostam ki? Az volt a boldogabb pillanat a kettő közül. Bármi, ami a kisfiamhoz kapcsolódik, az teljesen mindegy. Ha kakil, én úgy tudok örülni, ha kakil, az a probléma. Na, megérkeztük, Peti. Arra jöttem rá sokszor, hogy magát, a boldog pillanatot sokszor nem is akkor fogod fel, hanem utólag. Igen. Tehát ez nagyon nehéz. Nekem volt például egy utazás során egyszer csak egy olyan helyzetben voltam, annyira jól éreztem magam, egy cappuccinót ittam valahol, és olyan szépet láttam, és később fogtam fel, hogy ez újra és újra visszajött, és annyira boldog voltam tőle. Abban a pillanatban nem biztos. Mert ezért kérdeztem. Apró dolgok, mint például nem olyan régen, amikor a fejtetveket a kisfiamnak ki tudtuk írtani, az egy nagyon boldog pillanat volt, hogy végre fejtetveket. Fejtett? Fejtetve! Na, most ez egy nem egy boldog pillanat. Én megmondom őszintén, ha az elmúlt egy évet kérdezed, nem voltam boldog. Voltak apró örömeim, de nem vagyok boldog. Tehát szerintem szerintem a boldogság... A boldogság az nem egyéni dolog. Tehát vagy a párod kell hozzá, de gondold el, hogy milyen lehet, hogyha egy megye, egy város, egy ország olyan boldog, hogy ki csattan az örömtől. És nekem ez a gondom, hogy nincs itt. Igen, alapvető probléma, hogy az emberek, tehát ha elmész mondjuk Távol-Keletre, akkor valakire rámosolyogsz, akkor az őszintén visszamosolyog. Pedig lehet, hogy 3 forintja sincsen. Még itthon valakire rámosolyogsz, és azt hiszi, hogy akarsz tőle valamit. Igen. Nem, ez igaz. Például az ember... előbbit beszéltem, és valaki rám telepedett, és rámosolygott. Én egy valamit nem értek, mert én ezt egy baromságnak tartom egyébként, hogy a boldogság világnapja, és akkor mindenki legyen boldog, így ki van adva. De nem, ez olyan, mint a karácsony, akkor szeretjük egymást, akkor egyébként szeretjük egymást. Meg nem. Így van, de azt sem tudom, hogy ezt hogy mérik fel. Tehát, hogy milyen kérdéseket tesznek fel annak a célcsoportnak, vagy annak a demográfiai... Boldognak érzed-e magad? Ezt a kérdést? Tehát ez túl direkt, mert akkor nyilván mindenki... Igen, azt mondja, hogy jaj, de boldog vagyok. És most én azt szeretném, Steve, igen, hogy te célzott kérdésekkel próbáld felmérni a kabát Petin, hogy boldog-e. Jó. Hú, ez jó. Nem lesz nehéz. Szerelmes vagy? Igen. Mikor hazudtál utoljára? Most. Jó, ez ugye 50-50%. Ha látnál egy kis macskát, befogadnád? Ez nehéz kérdés, mert... Na, igennel is nem lehet igen válaszolni. Jó, azt nem tudod, igen és nem lehet, oké. Okay. Ja, nem, válaszolhatsz rendesen. De honnan tudod? Is. Biztos vagyok. Nem, válaszolhatsz, és te mondod, igen. Ha... Igen vagy nem? Nem. Próbáld meg kacsával. Kacsával, hogyha lenne egy kacsád, örökbe fogadnád, és nem kórházban vagy? Örökbe. Jó. És az utolsó kérdésem, hogyha 15-szörös gázsit ajánlanának föl, mint amit a legjobb nem helyen keresnél, lennél-e vasasos? Lennék. Ez a boldog ember. És boldog vagyok, gyerekek. Ez a boldog ember. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, de tudjátok, hogy még egy valami hátra van még hozzá. Kiértékelni a Facebook felhasználói szabályzatot. És Sanyi, kérlek, hogy gyere ide hozzánk, és kérem, hogy add vissza.
Nem tudom letenni. Hát nem olvasni hogy kell. Tudom, hogy nem olvasni csak kell, de muszáj hivatkoznom már, mert szerintem se a tévénéző, se az itt ülő tévénéző nem, életében nem hallott olyat, amit most fogok mondani. De egyébként ott ül beletem a... Nem most gyere azzal nem, nem. De ez hogy? Azt is jelenti... Nem, elképesztő. Elképesztő, villámgyors leszek, igyekszem. Először is a Facebook szolgáltatások használatával, vagy az azokhoz történő hozzáféréssel ön elfogadja a nyilatkozatban foglaltakat, amelyek, stb. Stb. Tehát ez avval kezdődik, hogy én mindent elfogadok. Evel okay. kezdődik. Mm-hmm. Van-e lehetőség valamit nem elfogadni a sok-sok nincs. Pont közül? Nincs. Nincs. Tehát, hogy az egészet elfogadod? El kell, hogy fogad. Nem lesz-e felhasználni. De egész elképesztő dolgok vannak benne szerintem. Adatainak védelme nagyon fontos számunkra. Igen, majd aztán, hogyha ez érdemes elolvasni otthon. De nem vagyunk Facebookon. Az adatkezelési, ezért menj fölre. Az adatkezelési szabályzat azért készült, mert fontosnak tartjuk feltárni, hogy a másokkal való megosztás érdekében hogyan használhatja a Facebookot, illetve hogyan gyűjtünk és használhatunk fel az ön által közzétett tartalmakat és információkat. Itt már elkezdi taglalni azt, hogy minden, amit te magadról vagy másról összeszedsz, fölteszel, az onnantól fogva az övé. Aztán, de ez normális egyébként. Tehát de egy csomó közszereplő meg volt azon lepődve, hogy újságok felhasználják azokat a képeket, amiket ők fölteszik. Na jó, de várjál. Ez tök normális, ha fölteszi országvilág elé, akkor megjelenhet. Jó, de én azt gondolom, hogy tehát most már értem azt, hogy én például, de összekapcsolódik a Facebook mondjuk a Google-al. Én Google-nak, igen. 3 héttel ezelőtt kanapét kerestem, mert rossz a kanapé, megjegyzem kanapé eladó nálam, és két fotellel, és ott kerestem, alig használt Peti. És ott kerestem, és a következő nap a Facebook ontotta rám, és azóta is ontja rám a használt kanapét. Én az nem járulok hozzá, hogy a Facebook mindegy. Nem, hogy a frisbee-be kell folytatnod, mert sajnos tudom, lejárt. De akkor is elmondom, mert egész idáig van egy nagyon fontos dolog, és esküszöm nektek, abba hagyom. Nem, nyugodtan, hát csak 17 oldal apró. Tudom. Mindenki olvas el. Lapozhatok? Nagyon édes vagy. Vagy nyálaszat. De igen, ezt nem tudom, hogy szabad. Ha szolgáltatásainkat vásárlásoknál vagy pénzügyi tranzakciónál használod, például adatokat gyűjtünk a vásárlásról vagy tranzakcióról, tehát a Facebook rólam, ezek közé tartoznak fizetési művelettel kapcsolatos információk, hitel vagy betéti kártyát száma, más kártyaadatok, egyéb számla és hitelesítési adatok, valamint számlázási, szállítási és kapcsolattartási adatok, ez mind a Facebooké lehet. Azt a minden. Tehát te egyszer vásárolsz, és a kártyaszámod... Mondjuk egy fizetett hirdetést fölraksz, amihez kell a hitelkártyaszámod, akkor onnantól kezdve ők tudják. Ő tudja a kártyaszámod, a bankszámlaszámod, a kapcsolattartási módozataidat. Nagyon durva. És ezt mind aláírtátok azzal az egy klikkel. Aláírta fene. Ti fene. De szerintem senki nem olvassa. Azzal a klikkel. Senki nem olvassa, de látjátok, hogy most itt megpróbáltuk. Elháborít! Köszönjük Sándor! És nem csak Sándornak köszönjük, hanem Hargitai Beának, hogy itt volt ma este, Tornocki Anitának, Kabát Petinek, és Hargi Steve-nek. Köszönjük szépen! Jó kis este volt veletek. Most pedig jön a frisbee. Hajdú Petiben, majd elmondja, hogy kik lesznek a vendégek. Mi 2 hét múlva találkozunk újra. Sziasztok! Illetve jó éjszakát, viszontlátásra!